Mindenkit szeretettel üdvözlök a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata nevében. Súlyok Miklós vagyok. Üdvözlöm Solymosi Tari Emőkét, a mi tagozatvezetőnket. Mi szervezzük már 3 éve ezt a programsorozatot. A ma esti vendégünk Kornis Péter fotóművész, aki ugyan inkább fotográfusnak szereti magát nevezni, de nevezzük őt fotográfusnak, fotoművésznek, a Nemzet Művésze, Kossuth Díjas művész. Beszélgető társa pedig Haris László, nem különben sokszorosan díjazott, érdemes művész, szintén fotográfus, ő pedig a Művészeti Akadémia tagja. Én csak annyit mondanék előjáróban, egyrészt technikai értelemben elnézést kérünk ezért a szűkösségért, de technikai problémák miatt itt kell tartanunk ezt a sorozatot. Remélhetőleg ősztől már a Művészeti Akadémia új székházában, az Andrássy úton lesz alkalmunk nagyobb és helységben tartani a beszélgetéseinket. A tárgyhoz pedig Kornis Péter életművészi és művészetéhez annyit szeretnék magam hozzátenni, hogy emlékszem arra, amikor a műcsarnokban a vendégmunkás kiállításod volt, hogy micsoda reveláció volt az egyszerű művészetkedvelőként számomra is, még mint egyetemistának, mert azt láttam, hogy a fotóművész nem a hűvös kamera szerepében hát tetszeleg, nem a tárgyilagos kamera és tárgyilagos szemként jelenik meg a helyszínen, hanem bizony van érzelmi viszonya a tárgyához. És ez egyszerűen megjelent az, amit sokan féltek kimondani. Hát ugye itt arról szól, hogy szeretetet ébresztett benned ennek az embernek a sorsa, akit a vendégmunkásban ábrázoltál. És ez a szeretet, ez egy olyan tényező a világban, amiről sokszor azt mondjuk, hogy nem tudunk róla beszélni. Szerintem nyugodtan beszéljünk róla, de legfőképpen nézzük Kornis Péter képeit, mert ez nem csak azon a sorozatodon, hanem későbbieken is megjelent. Értelmesen, tárgyilagosan, de ugyanakkor szeretettel szemlélted és szemléled a fotó munkáid tárgyát és alanyait, akik mindig az emberek. Köszönöm szépen, parancsoljatok! Régi szokás szerint ezeket a keddi kaleidoszkópokat úgy kezdjük, hogy a kérdező fölvezeti a szereplő művészt, de hát ez fölösleges, mert van, aki Kornis Péter nevét nem ismeri, nyilván Magyarországon nincs, sőt azt lehet mondani, hogy a világon talán ő az egyetlen olyan magyar fotóművész, aki Magyarországon él, és lényegében Magyarországon dolgozik, és valójában ismerős és ismert az egész világon. Tehát arra nincs szükség, hogy őt bemutassam. Valamit azonban el kell mondani, ami egy kicsit csatlakozik Miklós szavaihoz. Az, hogy milyen ember Kornis Péter. Én ugyanis... Kimegyek addig, jó? Én ugyanis akkor kerültem vele hosszú időn keresztül tartó, hogy mondjam, munkakapcsolatba, amikor a Fotoművész Szövetségben jobb idők jártak, és valami maradék pénzből létre lehetett hozni a fotográfiai nagydíjat. Ez egy olyan díj volt, amit minden évben a Fotoművész Szövetség kiadott az általa, illetve hát a szövetség által legmagasabbra tartott fotoművésznek. És erre létrejött egy 3-tagú bizottság. Ez a 3-tagú bizottság állt Kornis Péterből, állt Albertini Bélából, aki maga nem alkotó művész, hanem inkább elméleti szakember, és állt Haris Lászlóból, aki én vagyok. És onnan jött ez a gondolat, hogy a Péter munkássága a riport és az autonóm riport kategóriájába tartozik általában, az én munkásságom pedig inkább a képzőművész területéhez közelíthető inkább. És azt kell mondani, hogy éppen Kornis Péterben egy olyan nagyon ritka, sajnos fotográfusok között is nagyon ritka emberre és barátra találtam, akkor 5 vagy 6 éven keresztül tartott ez, aki ismeri azt a bonyolult fogalmat, hogy is.
Nagyon ritka ez a fotográfusok között, és általában a művészek között. Tehát el tudja fogadni, meg tudja érteni, és értékelni tudja azokat a művészi teljesítményeket is, amik nem az ő területéhez tartoznak közvetlenül. Kivételes érzéke van a minőség iránt, függetlenül attól, hogy az ő saját maga által is művelt területhez tartozik, vagy nem. Úgyhogy ennek a boldog 5 vagy 6 évnek, nem emlékszem pontosan hány évig volt 6. Ez a 6 évig? Ennek a 6 évnek az emléke alapján is ajánlhatom a figyelmükbe Kornis Pétert, mint egy olyan fotográfus, aki a saját területén mindjárt láthatja mindenki, hatalmasat alkotott, de közben személyében mindenféle más területen dolgozó minőséget elismer és ismer és értékel. Ez a találkozó, amint Péter javaslatánál volt, a Gong Presszóban volt. Ring. Reklám helye. Igen. De most kiderül mindjárt, hogy miért. Ring. Tehát a Ring Presszóban volt az Andrássy úton, ahol mindjárt ő folytatja a történetet, mert nem véletlenül volt a Ring Presszóban ez a találkozó. Nem véletlenül ragaszkodom a reklám helyéhez. A Ring Presszó, folytassuk a reklámot, Andrássy út 38, amikor még Népköztársaság útjának hívták, akkor a Fényképész Szövetkezet 10-es számú telephelye volt, ahol én segédmunkásként kerültem be a szakmába, és dolgoztam 3 hónapig idény munkában, mint szárító éjszakai műszakban. És aztán utána ott maradtam ilyen lámpahordozgatónak, aztán később már fényképezgettem, és hát aztán ott lettem fényképész. Így aztán úgy éreztem, hogy nincs méltóbb helye a magyar fotográfiai nagydíjnak, hogy a kuratórium ott tartsa meg az üléseit a Ring kávéházban. Hát ez fényképszárítással foglalkoztál hosszú ideig. Igen. Na. Nézzük akkor a Hát akkor képeket. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, felállok egy percre, és köszönöm, hogy eljöttek. Én azzal szeretném ezt meghálálni, hogy egy szokatlan összeállítással rukkolok elő, amelyet még tegnap este is készítgettem. Ezt azért mondom, hogy mentségemre szolgáljon, hogy vannak képek, amik nincsenek szépen kiretusálva, nézzék el nekem. Viszont egy nagyon személyes összeállítás, ami még így soha nem szerepeltettem. A lényege a címből kiderül, az én kötődéseim. Kötődéseim, de persze, mint fotográfus szerepelek, azok a kötődések, amelyek meghatározták az egész pályámat. És ez rögtön kezdődik egy névvel, akinek a nevét azt hiszem nagyon sokan ismerik. Hála jó Istennek csak az első évszámot látják, nincs utána több évszám, ne is legyen, mert ezen a héten már 3 temetésre kell mennem. Úgyhogy ez az évszám mindössze annyit jelöl, hogy akkor kezdődött az ismerettségünk. Novák Ferenc Tatáról van szó, aki 1961-ben látott a Muzsika című magazinba egy balett sorozatot, balett fényképekből álló sorozatot és címlapot, felhívta a Muzsika szerkesztőségét, és kérdezte, hogy ez ki ez, aki ezt csinálta, és mondták, hogy Kornis Péter, Andrássy út 38-ban, vagy Népköztársaság 38-ban van, a Fényképész Szövetkezet ott dolgozik. Novák Ferenc besétált a Fényképész Szövetkezet telephelyére, és mondta, hogy engem keres. És mondták, hogy hát én nem most éppen a katonai szolgálatomat töltöm, ilyen tartalékos időt, hát miért keresi? Mire mondta, hogy hát ő Novák Ferencnek hívják, és van egy táncegyüttese, a Bihari Együttes, és szeretné, hogy én azt fényképezzem. Mire mondták, hát a Kornis az segédmunkás, hát majd adnak neki egy igazi fotóst.
mire a tata úgy hümögött, megvonta a vállát, azt mondta, hát én inkább megvárom, mondta. Hát ebben maradtunk, azóta is legjobb barátok vagyunk, úgyhogy ma reggel beszéltem vele éppen utoljára. Hát ez volt Novák Ferenc, aki, mikor mondtam reggel, hogy te tata, hol készült ez a kép? Azt mondja, mi van rajtam? Mondom, nem akarlak elkeseríteni, de nyakkendő. Azt a nyakkendőt 65 óta nem hordom. Mondom, köszönöm, akkor 64, 63. Hát kérem szépen, így indult az én pályafutásom a komolyabban, a Bihari Együttesben, itt már a tatát látják a társággal, aminek a pikantériája, hogy akkor a Bihari Együttes a Vakok Kefeseprű üzemének a kultúrotthonába tartotta a próbáit. Novák Ferenc egyébként arra büszke, hogy ő igazából néprajzos, és ő sokat jár gyűjteni, amit én tanúsíthatok, itt is épp látnak egy ilyen képet, ahol a zenét veszi föl, és itt pedig filmfelvevő kamerával is látható, mert filmfelvételeket is csinált. Itt Erdélyben vagyunk, Szász Csáváson, ahol a kedvéért ottan többen táncra perdültek. Itt viszont a televízió stúdiójában látjuk, ahol a együttesét rendez éppen a kamera elé. Itt pedig a Szegedi Fesztiválon, amely hát az egy nagyon izgalmas időszak volt, amikor a néptánc együttesek vették birtokba a Dóm teret, és a tata volt a rendezője ezeknek az estéknek. Itt már a Honvéd Együttesben látjuk az asszisztensével, és hát ez a legutóbbi portré pedig róla. Hát ez a tatával a történetünk, ami aztán tulajdonképpen el is döntötte az én egész életemet. Nem véletlen kezdtem ezzel a sorozattal, és nem véletlenül fűzök ezekhez a képsorozatokhoz szóban is történeteket. Hiszen ez vezetett el a néptánchoz. Ugye a tata azért keresett engem, hogy fényképezzem a Bihari Együttest, és hát el is kezdődött a munka, nagy lelkesedéssel dolgoztunk, és hát több évtizeden keresztül fényképeztem a Bihari Együttest, de tata jó híremet keltette a néptánc mozgalomban, úgyhogy több együttes is szép lassan hívott fényképezni. Voltam a Vadrózsáknál, az Állami Együttesnél, hát akinek még mond ez a név valamit, Rábai Miklósnak 2 évtizeden keresztül dolgoztam az együttesének. Szinte minden magyarországi néptánc együttest fényképeztem ebbe az időben. Itt is a Bihari Együttesről látnak egy képet, sikerült egy pár képet itt most előkeresni. Több együttes, ez a nemzetiségi, ez a Fáklya Együttes volt, és ez pedig a Vadrózsák Együttes, és itt jutunk el az én feleségemhez, akit itt ismertem meg, akit éppen szólót táncol, és bevallom, hogy 6 hét után gyorsan átvittem a Bihari Együttesbe, mert akkor nyugodtabb voltam, ott mégis szem előtt volt. Úgyhogy itt már a Bihari Együttesben látják a feleségemet, valamint a Magyar Művészeti Akadémia egy oszlopos tagját, Stoller Antal Hubát, aki az együttesnek volt szólótáncosa, őt látják itt éppen a feleségemmel táncolni. A Huba egyébként nekem évfolyamtársa. Évfolyamtárs. Hát összeszaladnak a szálak, és egy kicsit arról, amiről majd még fogok beszélni, ugye most egy kicsit ezek kis történetek az életemből, de ezek a történetek emberekhez kapcsolódnak, közösségekhez kapcsolódnak. És a Bihari az egy nagyon-nagyon erős közösség volt, és maradt. Mit jelent az, hogy maradt? Kérem szépen, minden év szeptemberében a Csepeli szabadkikötő sportpályának a helységeiben, valamint a szabadban Bihari találkozót rendezünk.
És képzeljék el, hogy 300-350-en vagyunk, az azt jelenti, hogy a csecsemőket tolják a kocsiba anyák, és idősek meg már bottal jönnek a találkozóra, és 300, hány generáció nevelkedett a Bihariban? Hát ez itt éppen az a generáció, amelyik a Keszthelyi edzőtáborba töltötte a karácsonyi szünetet, és hogyha jobb oldalról, hát a közép, a jobb oldalról haladva befele látják Novák Tatát, kicsit fiatalabb volt, a feleségem pedig balról a negyedik, így kicsit kerekebbnek tűnik, de azért, mert körülbelül 2,5 hét múlva született meg a fiunk, a Gyuri, akit akkor már hozott az edzőtáborba, de ő nem táncolt. Tehát ennyire egy közösség volt ez a Bihari, és hát az Edith miután táncolt, jött velem az én útjaimra, amerre én jártam fényképezni, és mindig mindenütt beöltözött, ugye? Hát ismerte a táncokat, ismerte az énekeket. Itt éppen a Hubának a kedvenc falujában vagyunk, ahová az akadémia is rendezett egy társas utazást. Ez az, ahol Bartók gyűjtéseit kezdte, Jobbágytelkéről van szó, és ez a falunak a legjelesebb embere volt Balla Anti bácsi, akivel épp a feleségem itt táncol. Ez pedig, hát aki magyar néptánccal kicsit behatóban foglalkozott, azt talán hallotta ezt a nevet, hogy Martin György. Martin György, Tinka, nagy tánckutató, aki erről az emberről, aki ott táncol a feleségemmel, egy vastag monográfiát írt, hogy hogy táncol legényest. Vistai, magyar vistai férfi. Képzeljék el, hogy micsoda táncos lehetett, ha egy monográfiát meg lehetett tölteni azzal, amit ő tudott. Csak a legényessel. A leírás, igen. Tehát... Hát így kicsit tovább lépve a következő történetbe, ugye kiderül ebből, hogy, hogy megvolt itt úgy látszik írva minden előre, hiszen attól kezdve, hogy Novák Ferenc belépett a fényszövbe, nyilvánvalóan egy egyenes út vezetett a néptánchoz, a néptáncból pedig hát annak a forrásához, ahová Tata vitt el. Ez a történet az első széki utam képei. Ebből vetitek egy párat, mert ez végképp eldöntötte a következő éveimet, évtizedeimet, mert akkora élmény volt. Hát képzeljék el, 1967. novembere, amikor beléptünk egy széki táncházba. Egy olyan látvány tárult elénk, amelyről az emberek nagy-nagy-nagy többsége nem is álmodott, hogy létezik. Nem tudtuk, hogy létezik. Én 64 kilométerre születtem ettől a falutól, és semmit nem tudtam róla. Ugye városi gyerek voltam, utána Pestre kerültünk, de itt aztán még kevesebbet tudtak. Egy elzárt világ volt, ahol viszont megmaradtak a hagyományok, szinte érintetlenül létezett a múlt, a viselet, a szokások, a hagyományok, és ez még megörökíthető a fényképezőgép számára is, megragadható volt. Ez azért lényeges, mert a megörökítés, mint kulcsszó, az első éjszakától kezdve fölmerült, hogy ezt meg kell örökíteni, mert ez eltűnhet. Ennek a képnek, ez egy a táncház szünetébe készült kép, a táncház szünetébe a lányok külön vonulnak, meg a fiúk mulatnak, a lányok énekelnek és nevetgélnek. Az én munkámban azért fontos ez a kép, mert a vége ide kanyarodik majd vissza. Itt csak felhívom a figyelmet erre a képre. Itt meg a másik szobában látjuk a fiúkat, húzzák nekik a zenészek. Hát egy kicsit már
sok volt a töltet, de a hangulat emelkedett, és meg kell együtt mondjam, jár, hogy ez az a hely, ahol soha-soha agresszióval 50 év alatt nem találkoztam, tehát akármennyit ittak, akkor se. Ez pedig az a szoba, ahol a táncházat tartják, ezen a falunak ebben a részében, Felszegen. Ez ugyanaz, ahol az előbbi képeket látták, csak a szövőszéket az kiviszik, amikor táncház van. A ház az szobát jelent. A szó az nem egy erdélyi szó, az egy széki szó. Tehát Erdélyben máshogy nem mondják, hogy táncház, csak széken mondják, ahol minden szombati tánc összejövetelt hívtak táncháznak, amelyre házasok nem járhattak, és ez egy nagyon fontos helye volt a közösségi együttlétnek, ahol nagyon sok minden alakult ki, ahol a fiatalok beléphettek a felnőttek társadalmába, és ez majd jönnek képek, ahol kiderül, hogy milyen jelentősége is volt. A falu ilyen képet mutatott, valami nagyon különleges módon egy nagyon nagy, széles román tengerben maradt meg, ez egy mezőségi falu, 15 kilométerre van Szamosújvártól, és végig román falvak veszik körbe. Ez színmagyar falu volt, talán volt 5 román család, akik viszont már székiesen öltöztek és tudtak magyarul, de a dolgok nagyon érdekesen keveredtek, mert pont egy ilyen faluban is például a táncrendben volt tánc, amit román szóval illettek. Például a hétlépést úgy hívták, hogy Saptyepa, holott ők járták. Ez a keveredés ez mindig jelen volt mindenütt, és mindenütt éreztem ennek a gazdagító hatását. Hát kérem, iskolába is bejutottam, fényképezhettem. Az iskolába is még így jártak, viseletben, bőszoknyában, a kalapot a fiúk oda tették maguk mellé a padba. Nagyon-nagyon hihetetlen látvány nyújtott még ez a falu, hogy mennyire, kérem szépen, ez, amit látnak, ez egy tornaóra. Itt pedig a gyerekek fociznak, a srácok fociznak, és amikor én hazajöttem, már visszaértem Pestre, és ezeket a széki táncházi képeket egy pályázatra beadtam, akkor a zsűri azt kérdezte, hát először úgy dicsérgettek, hogy milyen szépek ezek az állami népi együttesről készült képek, és akkor mondtam, hogy ez nem az állami népi együttes, melyik együttes? Hát mondom, ez nem egy együttes, ezek így élnek. És akkor azt mondták, ezek mind beöltöztek a kedvedért. Na hát ez volt az a kép, ahol meg tudtam győzni mindenkit, hogy azért a fiúk a kedvemért nem állnak oda focizni zajbuban, meg széki kalapban. Említettem, hogy milyen fontos volt a táncház. Ez kérem szépen az iskola szünetében és az iskola után látható kép. A gyerekek odaálltak maguk örömére, maguktól táncolni. Egyrészt ez ugyanolyan volt, mint ahogy fociztak, odaálltak táncolni is. Csak a táncnak még volt egy fontossága az, hogy fontos volt, hogy jól táncoljanak. Mert az aprók tánca, ezt úgy hívták, hogy aprók tánca, és az aprók tánca után, ugye eljut, ahogy az idősebbek lesznek, bejutnak a táncházba, és a táncházban már nagyon fontos, hogy jól táncoljanak, mert az az út vezet a közösségbe beilleszkedéshez. Tehát a táncnak volt egy ilyen fontos társadalmi szerepe is. És itt megint láthatjuk, ugye visszatérően Novák Tatát, aki itt is vadul filmez, ugyanez alkalommal a széki iskola udvaron, ahol, amint látják, ott még a farakáson is vannak, akik ülnek, és onnan nézik a táncot. És hát ez egy széki utca kép, egy pillanat. Hát ezek után el tudják képzelni, hogy milyen hatása volt az életemre ez az első utazás. Ha ilyen
élményekben volt részem, és ilyen vizuális élményekben, amelyek a fényképezőgép számára megragadhatók voltak. Ez volt a lényeg. Igen, és azt is látjuk itt, hogy a Biharinál készített képek azok olyanok, hogy látszik rajta Kornis Péter természetesen, de tulajdonképpen ez egy színházi fotó, amit akár más is csinálhatott volna hasonlóképpen. Ezek az elmozdulások, azok természetesen jönnek egy fotográfus számára. És én úgy érzem, hogy ezeknél a széki képeknél találtad meg azt az abszolút egyéni stílust, amit tulajdonképpen említettél is, hogy itt nem arról van szó, hogy valami produkció folyik, hanem az életre készülünk. Tehát amikor azért dolgozik valaki, mert hát természetes, hogy így kell dolgozni. Úgyhogy tényleg ezek azok a zseniális képek, amiket mindenütt ismernek, hogy hát ezek a Kornis fotók, amik akkor készültek. És akkor egy másik történet, amint az évszámokból látják, majdnem 10 év. Egy ingázó munkás életét követtem 10 évig. A kiinduló pontom az volt, hogy ez az az életforma, ahol ugye az ingázás, mit jelent az ingázás, ez a munkás réteg volt az, amely kiszorult a mezőgazdaságból, amelyik a városban talált munkát, de a családot otthon hagyta a falun. Ezek az emberek felutaztak a városokba, elsősorban Budapestre, ahol munkát találtak, itt nem csak dolgoztak, itt tartózkodtak egy hétig vagy 2 hétig, munkásszállón laktak, majd hétvégén hazatértek a családjukhoz, falura, ahol az az életforma várta őket, amiből kiszakadtak. És pontosan ez a kettőség volt, ami engem érdekelt. A vonaton kezdtem, a vonatozókkal, a keleti pályaudvaron vagyunk, ahol minden pénteken tömegek várták a Nyírségbe, Szabolcsba, Berekbe, Szatmárba induló vonatokat, több vonat is volt. Még olyan ismertek voltak ezek a vonatok, hogy még nóta is szólt róluk, a fekete vonatról szóló nóta, hogy ajjaj, fekete vonat, elvitted a páromat. Hát ez egy hírhedt vonat volt a vonaton uralkodó állapotok miatt, és hát fáradt, elgyötört emberek utaztak ilyenkor, akik azért is álltak ott olyan ugrásra készen a sinek mentén, mert amint betolták a vonatot, rögtön ugrottak is föl rá, hogy kapjanak ülőhelyet, mert amint látják, sokaknak nem jutott. Személyvonat volt, minden lámpánál, sorompónál megállt, hosszú-hosszú-hosszú órákig tartott egy ilyen út, úgyhogy ezek a fáradt emberek azért szerettek volna leülni. De nem mindenkinek ilyen sikerült. Tessék? De nem mindenkinek sikerült. Hát nem, hát amint a képen is látszik, hát zsúfolt vonat volt. Nagyon nehéz volt itt, mondanom se kell, fényképezni. A helyzetem akkor oldódott meg, amikor egy olyan 2 hónap után megismerkedtem egy Tisza Eszlári kubikos brigáddal, akik Eszláról jártak a fővárosba, ahol itt a fővárosi gázműveknél dolgoztak, és annak a munkásszállásán laktak. Én akkor körülbelül egy évig fényképeztem őket, míg aztán egy év után kiderült számomra, hogy sok a 8 ember, és volt egy, aki úgy éreztem, hogy hordja ezt a ingázó sorsot, aki nagyon-nagyon jó volt, a kamerával nagyon jó viszonyba került, őt nem zavarta a fényképezés, nem lett tőle görcsös, nem pózolt, addigra ugye egy évig már fényképeztem őket, addigra engem is megszokott, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ő köré építem föl ezt a történetet, ő az ő
neve volt Skarbit András. Ez a személyazonosság igazolvány. Hát ez egy nagyon hosszú és nagy munka volt, ebből tényleg csak ízelítőnek hoztam képeket, amelyek azért bizonyos fontos dolgokról mesélnek. Az első, a könyvben, amit én róla csináltam, 18 fejezet volt, amiben szép lassan bemutattam őt, munkatársait, munkáját, családját, otthonát, az életét egy szóval. Amiből kiderült, hogy mit dolgozott, hát ezek a képek már elárulják, de mint mondtam, ez egy kubikus brigád volt, és hát a csöveket fektették, vagy ásták ki, hát itt is épp a föld alatt van valahol a Pesti utcán, itt pedig a nyugati előtt két társával. Itt pedig otthon. A könyv is így ment ebben a ritmusban, hogy ezt lárom Budapesten, ezt lárom Budapesten vagy vonaton. Tehát próbáltam az ingázás ritmusát is követni. Ugye itt nyilvánvalóan falun vagyunk, hiszen minden a falusi környezetre utal, amikor hazaérkezik. Ez a kettőség nagyon lényeges volt, nem csak azért, amire én gondoltam, hanem azért is, mert itt egy másik embert ismertem meg, amint Eszlárra kerültünk, ahol azt a munkát végezte hétvégén, amit mások hétközben. Gazda volt, gondozta a kertjét, a veteményesét, gyümölcsfái is voltak, állatokat is tartott a ház körül, kicsiben egy kis gazda volt, de nagyon jól láthatóan egy felszabadult ember volt, amikor hazaérkeztünk Eszlárra. Ez volt a háza, ami a falu szélén állott, nagyon szegény ember volt, ő is, felesége is, a nincs telen zsellér sorsból érkeztek, hát a fal, ez, így aztán a falu szélén tudtak csak házat építeni maguknak, de azt nagyon szépen és otthonosan belakták. Itt is próbáltam megörökíteni mindent, ami jellemző volt. Itt is egy jellemző dolog, ahogy az asszony ugye nem ül az asztalnál, egyedül ül az András. Ez egy reggeli, de ugyanezt végfényképeztem ebédnél, vacsoránál, legkülönbözőbb alkalmakkor, de ugyanakkor egy nagyon-nagyon szép családi életet éltek. Ez is egy árulkodó kép, mert ha jobban megnézik, akkor látják, hogy az ágy csak félig van bevetve, mert minden van ideglenes, ugye hazajön pénteken késő este, vasárnap hajnalban már megy el, illetve hétfő hajnalban, tehát minden van ideglenes, hiába ez az ingázó élet, ez azért nem egy teljes élet, de az Andrásnál nagyon érdekes tapasztalatokra tettem szert, mint amiket az előbb is már mondtam, amikor otthon egy más embert láttam. Ez pedig a munkásszálláson készült. A faluban ezekben az években még kalákában dolgoztak, ami azt jelentette, hogyha például a brigádban valakinek a vihar lefújta a cserepeket a tetőről, akkor szálltak együtt, nekiálltak, megcsinálták, fölrakták, asszonyok főztek valamit ográcsba, együtt voltak. Na most, mikor följöttek Pestre, ugyanez a 8 ember már külön ment megvenni a kis ennivalót, külön állt oda a kis láboskába kavargatni a vacsorát, már itt jelentkezett az, hogy ebbe a környezetben már a közösségek nem úgy működnek. Lebomlanak a közösségek. Így van. És egyéni. Ezek az ételszekrényekről készült kép, ami mindegyik, a munkásszállás minden lakójának volt egy kis szekrénykéje, amiben tartották az ételt, ami azért volt fontos, ugye, mert este ettek meleget. Ugye, elmentek kora reggel, dolgoztak a városba, este nekiálltak, és ott ebből főztek, ami ott az ételszekrényekben volt, amiből ki is lehet olvasni sok mindent, hogy mit.
És itt már a társalgóval látjuk őket, és még árulkodóbb a kép, ahol külön-külön ülnek a kis asztaloknál, a kis láboskájákba. Tehát a végig lehetett követni ez alatt a 10 év tapasztalataival és képeivel azt, hogy milyen másképp élnek, amikor Eszláron vannak, és milyen másképp, amikor itt vannak, és már bomlik a közösség. Az a közösség, amit még itt a faluban együtt látnak, ez egy halotti tor, ahol nézzék meg, hogy milyen beszédes a ülésrend, az a forma, amit kirajzolnak, ahogy ülnek a férfiak, és érezzük ennek a pontos, szigorú rendjét. És még valamit, ami emögött van, és amiről szól ez, az egymáshoz kapcsolódásokat. Ugye, tudom, hogy most nekem ez a mániám, nem most, mindig ez volt a mániám, nem véletlenül adtam ezt a címet a mai esti történeteknek is, hogy kötődések. Nekem mindig nagyon-nagyon fontos volt az életemben is, és az egyik kötetednek is. Egyre tudatosabbá vált bennem, és nem véletlenül kap ez ilyen hangsúlyt a munkámban is. És hát ugye itt most csak ízelítőnek hoztam képeket, de a könyvből kiderül az, hogy két lánya volt, lányoknak gyerekeik voltak, a lányok elköltöztek, ez nagyon fontos, férjhez mentek, az egyik Nyíregyházára, a másik Miskolcra, tehát az András és a feleség, az Erzsike ott maradtak Eszláron, de a lányok és az unokák rendszeresen jártak haza, itt éppen az egyik megérkezik, és hát látjuk a nagyapai örömöt, amit én magam is átéltem többször, mint nagyapa. És hát itt van az András, akiről elmondtam, hogy más volt otthon. Nekem ez egy nagy felfedezés volt, mert amikor elkezdtem a munkát, akkor azt hittem, hogy ez általában úgy van, hogy ők már sehol nincsenek otthon. Ez nem így volt, mert az András helyzete fényesen bizonyította, hogy az Andrásnak ott volt a hátországa. Az András egy harmonikus életet élt, nagyon nehéz életet, fizikailag is nehéz, nagyon. Ugye hát ez a társadalom legrosszabbul fizetett rétege volt mindig, de az, hogy otthon várta a család, várta a feleség, otthon ő gazda volt, és ami itt ezekből a képekből, most nem tudtam bizonyítani, de a könyv és a kiállítás képei bizonyították, hogy egy megbecsült embere volt a falunak. Tehát ettől az András ezzel a hátországgal egy harmonikus életet tudott élni, és ez nekem nagyon nagy tanulság volt, és a munkámban ezt a tanulságot szerettem volna közvetíteni. Az András, a munka addig tartott értelemszerűen, amíg nyugdíjba nem ment Skarbit András. Ez megtörtént, és azzal az én munkám befejeződött. 25 éven keresztül élte ezt az életet, amit láttak, amiből próbáltam valamit fölvillantani. Ő 99-ben halt meg, és 2013-ban az Erzsike is, a felesége is követte. Én máig kapcsolatban vagyok a családdal, a lányokkal, unokákkal is, és minden évben elmegyek, hát egyrészt a temetőbe elmegyünk, találkozunk, másrészt lefényképezem a régi házat, hát ez most 2017-ben készült, dől össze. Ugye értéke nincs a teleknek, értéke nincs a háznak, a lányoknak nem tudnak vele mit kezdeni, tehát marad magára. Nagyon sok helyet látunk vidéken ilyet látványt. Somogyban is nem kell elmenni Szatmárba ehhez, de itt már a történet egy kicsit
inkább egy társadalmi dimenzióba emelkedik, hiszen ez már nem annyira róluk szól, hanem arról, hogy nagyon sok házat találunk így, ugyanilyen okoknál fogva. Igen, meg arról, hogy mennyire fontos az embernek a kötődés. Az, hogy otthon legyen valamikor, hát valahol. Igen. Így van. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyen. Így van, mondott a Tamási Áron. Folytathatom? Hát, hogy nem. Hogy nem. Az, hogy nem akartál valamit. Hát, dehogy nem, hiszen arról jó lenne valamit hallani, hogy hogy lehetett, vagy hogy tudtad megtalálni velük ezt a közeli kapcsolatot. Hiszen nyilván te egy városi ember voltál, fényképezel, tehát maga arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Kornis Péter alkalmas arra, hogy bárkivel, akit ő szimpatikusnak tart, kapcsolatot tudjon teremteni. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága annak, aki embereket fényképez, hogy befogadják, és hogy minden különösebb probléma nélkül szinte családtagként kell, hogy kezeljenek, mert különben nem lehet ilyen képet csinálni. Ilyen így képet igaz. Csak egy családtag tud csinálni. Így igaz. Azt hiszem, hogy azzal kezdeném a választ, hogy elmondom, hogy az ingázó munkás történetet azzal a erős meggyőződéssel kezdtem, hogy itt most másképp kell fényképeznem, mint Erdélyben. Ugye az egy nagyon otthonos közösség volt, ahol én jártam, akár Moldvába, akár Széken, akár Kalotaszegen. Úgy gondoltam, ugye most itt az ingázók világa, ez egy más világ, nekem másképp kell fényképeznem, ez valami más hangot kell keressek, és én próbáltam valami más hangot keresni, és rettenetesen nem ment. És aztán rájöttem, hogy nem megy. Itt ugyanaz az ember fényképez, mint aki Széken fényképezett. Igen, mert rájöttem, hogy én nem ez tudok nem megváltozni, és nem is kell. És abban a pillanatban, amikor felszabadult belőlem ez a butaság, vagy kiszabadult belőlem, akkor tulajdonképpen vállaltam azt, hogy ez az emberhez, akit fényképezek, Skarbit Andráshoz, közöm van. Tisztelem, és idővel meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon közel is kerültünk egymáshoz, de a tisztelem szó az valami nagyon fontosat jelent. Amikor az ember, a fényképezés az egy bizalom, tehát az, hogy mondjuk azt, hogy én hagyom, hogy valaki engem lefényképezzem, az van, rögtön megmozdul bennem valami, hogy milyen képet fog ezt csinálni, meg hogy áll hozzá. Bízom-e benne, rábízom-e az arcomat? Egy kicsit bizalmi kérdés a fotográfia, nem is kicsit. És azt, amikor ez tudatosult bennem, akkor nagyon vigyáztam arra, hogy ne a fényképezéssel kezdjek egy kapcsolatot. Tehát mindig a fényképezőgép lógjon a nyakamba, de ne azzal kezdjem, hogy kattogtatok, hanem azzal kezdjem, hogy elmondom, hogy miért vagyok itt, és érdeklődjek, hogy ki ő. És én azt hiszem, hogy minden kapcsolat alapvetően erre a bizalomra, tiszteletre és érdeklődésre épül. Azt hiszem, hogy vannak, akiknél ez hamarabb vezet egy jó kapcsolathoz, vannak, akiknél nehezebben. Skarbit András hosszú ideig oda se figyelt rám. Őt nem érdekelte, hogy fényképezek, nem is zavarta, a feleségét nagyon zavarta. Tehát a feleségéhez évek kellettek, hogy elfogadjon, de hát amint látták, végül már a családi ágyba is fényképezhettem. De ez teljes elfogadás. Ez egy hosszú,
Tehát azt hiszem, hogy ez nincs titok mögötte. Még valamit hozzátennék, az se titok, hogy ezek azért tartós kapcsolatok. Tehát amikor azt a szót merem használni, hogy kötődés, azért az egy nagyon súlyos szó. És gondoljanak bele, hogy a Tata 61-ben besétál a fényszövbe, és akkor ma reggel elhívom, és mondom, te Tata, milyen kép az a nyakkendőben vagy, mire azt mondja, te jó Isten. Szóval azért átívelni egy kapcsolatnak ennyi évtizeden, vagy egy házasságnak, ugye feleségem itt ül és hallja. Szóval vagy egy bihari együttes, vagy a Skarbit András, kérem szépen, igen, minden karácsonykor hívom a lányait, tudom, mit csinálnak az unokák, és még itt lesz egy-két példa erre. És Skarbit András egyszer híres ember is lett, ha jól emlékszem arra a történetre, amikor kikerült külföldre a kiállításra. Igen, köszönöm, hogy hát nem tudom, mennyire lett. Külföld, ez van, tudják a külföld, mi, hogy messziről jött ember, azt mondom, amit akar, hogy hú, de híresek, nem lettünk híresek. De valami az, hogy kiderül, kérem szépen, Skarbit András, 1988-ban volt a kiállítás a Műcsarnokban, és 91-ben volt egy müncheni kiállítás meghívásom. Több kiállítás volt, tehát az a kiállítás azért az tényleg sokat utazott Európában is, meg Amerikában is, de ez a 91-es, akkor már ő szabad ember volt, és akkor nyugdíjas volt, és megkérdeztem, hogy nem lenne kedve eljönni Münchenben. Most úgy képzeljék el, hogy életében nem járt a határon túl sehol, soha. És ezek után én már nem hiszem el, de most a fényképeken láttam, hogy öten beültünk az én kis zasztavámba. Tudják, az zasztava az nem egy olyan hatalmas kocsi. Méghozzá Skarbit András, a feleségem, a fiam barátnője, meg én. És így mentünk öten, nem tudom, hogy én nem emlékszem, hogy kényelmetlen lett volna, ma már nagyon furának tűnik, változtak. Annyira elzsibbadtatok. Elzsibbadtunk. Na most képzeljék el, hogy München, amitől én még most is elájulok, a gazdagságtól káprázik a szemem, hogy milyen gazdag az a város, oda megérkezik Skarbit András, és sör fesztivál van. Fantasztikus élmény volt. Andrást kérdezgették ott a sajtófogadáson, szóval csodálatos emlék. De egyébként minden kiállításomra jött, amikor nem ő volt a hőse akkor is, úgyhogy haláláig megmaradt a barátság. Menjünk tovább. Hogy állunk időben? Jó, kérem szépen, ez most ez nem egy történet, amit most látnak, eddig minden történet volt, de itt én most csak ezt oda írtam a szót, de nem történet, de valamit összeállítottam, amire mindig figyeltem, és éreztem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Ez még egy táncházi kép, nagyon hamar feltűnt, az az összetartozásnak a jelei, amiket mindig fényképeztem, mert olyan fontosnak éreztem, és ebből raktam most össze egy pár képet. Ez az, amire a Tata azt mondta, hogy ez, ugye táncosról van szó, azt mondta, hogy ez ennek a kultúrának a koreográfiája. Ez egy közösségi kultúra, amiről itt beszélünk. És ennek a kultúrának a koreográfiája az, hogy átfogják egymás vállát, átfogják egymás derekát, összekapaszkodnak a fiatalok, az öregek, a férfiak, az asszonyok, így mennek az utcán, így mennek a húsvét hétfőn locsolni, ha együtt vannak. Így állnak össze, ma is egyébként a táncban, mondjuk, hát nincs táncház már régen, de mondjuk egy lakodalomban, amikor úgy
éjfél után összeállnak énekelni, akkor így átfogják egymást, felállnak, és átfogják egymás vállát. Mint ahogy egy temetésen is összekapaszkodva mennek a sorok. Mint ahogy itt Isten tisztelet után látjuk, megint csak egymásba kapaszkodnak az emberek. És mint ahogy itt egy húsvét hétfőn látjuk, hogy mennek a legények locsolni, viszik a zenészeket magukkal, és a gyerekek követik őket, és a gyerekek is össze vannak kapaszkodva. Nagyon fontos és nagyon sokat mondó jelek, amiket a fényképezőgép meg tud ragadni, és amire fel tudja hívni a figyelmet. Azt hiszem a korunkban talán az egyik legfontosabb dolog, ami engem igazán mozgat. Ez az, a kötődések, a közösségen belüli összetartozás, az emberi kapcsolatoknak az ereje. Én azt hiszem, hogy nem véletlenül lettem erre érzékenyebb. És ilyenkor jó, hogyha emlékezünk arra a képre, amit már láttunk itt, amikor a munkásszálláson vacsoráznak az emberek. Ha azt összeveti az ember ezzel, akkor hát kénytelen elgondolkodni, hogy melyik, vagy választani, hogy most melyiket tartja jobbnak. Nem. Hát, vagy nehéz választani. Nehéz, azt hiszem, hogy nem annyira választás. Azt hiszem, a korunk nem ellene dolgozik a korunk. Szóval ez a technológia, amiben élünk, a civilizációnak ez a szakasza, ha csak arra gondolok, tényleg nem akarok ilyen olcsó érvekkel jönni, de hát minnyáján tudjuk, hogy az informatika, ami csodálatos dolog, tényleg csodálatos, hogy Amerikában élő fiammal tudok skype-olni, látom őket, minden, ez csodálatos, de hát a másik oldalon meg tudjuk, hogy még a nyelvünket is megváltoztatja az a mobilon történő kommunikáció, nemhogy a gondolkodásunkat, és nemhogy a viszonyainkat. Most már ilyen hamis szavakra nem is akarok kitérni, ugye hát a Facebook közösség. Hát az nem közösség. Közösség az, ha én megfoghatom a másiknak a kezét, ha bajba vagyok, vagy ha a szemébe nézhetek. Szóval valami, ez nem ellene beszélek ennek, mert nem is lehet, az hülyeség lenne, de az biztos, hogy ez nem kedvez. Hát amikor bemegyünk egy presszóba, és látjuk, hogy ott ülnek egymás mellett a fiatalok, és mobiloznak, hát az nem igazán kedvez a emberi kapcsolatok erejének és tartóságának, azt hiszem. De ezt mindenki tudja. Úgyhogy újat nem hiszem, tovább, hogy mondtam. Igen. Hát kérem szépen, és itt most jönnek ilyen kis személyes történeteim. Itt sajnos egy veszteséggel kell kezdjem, hogy nemrég temettük Kallós Zoltánt, aki hát a legnagyobb élő magyar néprajzkutató volt az elmúlt fél évszázadban. Nagyon sokat utaztam vele, nagyon sokat köszönhetek neki, és ő vitt el engem Moldvába is, Lészpedre, ahol ez a kapcsolatom, kötődésem született. Hát képzeljék el, hogyha a széki táncházra azt mondtam, hogy ott micsoda, milyen messzire repültem vissza az időbe, amikor az a látvány tárult elém a petróleum lámpa fényében, ugye széken, hát akkor képzeljék el, hogy ez milyen időtávolság, amikor a moldovai csángókat láttam, és még fényképezhettem is azt az állapotot, ami hát egy nagyon-nagyon régies világot idézett, mert még abban éltek. Ez látható, ugye, amit a képeken mutatok, ami nem látható, a nyelv, amit beszéltek, azt a nagyon régi, archaikus magyar nyelvet, a halotti beszéd nyelvét beszélték, amit bizony nagyon nehezen értettem, és nagyon kínos volt számomra, hogy hát nagy szeretettel fogadnak,
beszélgettünk, de hát sok mindent nem értek. És ugye egyszer párszor lehet mondani, hogy bocsánat, nem értem, de hát ha végig nem értem, amit mondanak, az nagyon-nagyon nagy szégyen. Úgyhogy ez úgy megmaradt bennem. De az a szeretet is, amivel fogadtak, és hát bizony, ahogy éltek, amit látnak, az bizony nagyon messzire visz vissza az időben. Akiről több képem készült, ő a Bálint Anna, őt látják itt a képen a szobában, a háznak a kis szobájában, amely ott a gerendáról lógott le a bölcső, és ez az ő bubája, hogy hogy hívják ott, vagy hívták a gyereket. Hát ide is vissza jártam, és az utolsó kép, ami most következik, az 35 év múlva készült. Még megvolt a ház, még megvolt a szoba. Hát, szándékosan nem azt a képet hoztam. Bevallom, amikor fényképeztem, azt hittem, hogy a buba egy kislány. De aztán aztán, hogy nem ítélnek el ezért. Nagyon kislányos a buba. Aztán nem 35 év múlva mentem vissza, hanem olyan 10-valahány év múlva, és akkor kiderült, hogy egy ilyen kis serdülő, ilyen kis pejhes álló kamasz fiú fogadott. Hát kiderült, ő volt a buba. És amikor ide viszont 35 év múlva mentem, akkor én már nagyon tudatosan készültem erre a fényképre, tehát lenagyítottam a régi képet, bekereteztem és vittem, amit természetesen nekik ajándékoztam utána, de már erre készültem, hogy egy ilyen képet csinálok velük. Egyébként még annyit, hogy a képe, amikor így vissza-vissza tértem, akkor mindig vittem a képekből is. Tehát az nagyon fontos volt, hogy ha azt ígértem, hogy majd hozok képeket, ha fényképezhettek, akkor mikor visszatértem, valóban vittem is. Hát így épül föl a bizalom. A következő ide is Kallós Zoltán vitt, neki köszönhetem, Mára Marosba. Nagyon hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy román falvakba is ugyanúgy kell fényképeznem, mint Erdélyben, mint a magyar falvakba, hiszen ahova Kallós elvitt, Mára Marosba, olyan csodálatosan megmaradt hagyományos kultúrát találtam, olyannal találkoztam, hogy úgy éreztem, hogy ez nagyon is összetartozik. És ez a meggyőződésem, ez erősebb lett idővel, annál is inkább, mert ezek az emberek, akik engem ott kézről kézre adtak, Martin Györgytől Kallós Zoltánig, azok nagyon megerősítettek ebben a hitembe, hiszen ők is így gyűjtöttek. Az első élményem, az első, amit láttak, az egy színes, visszamegyek egy percre, még így élt egy vasárnap délután a falu, ilyen színes viseletben voltak az asszonyok, és az első nap, amit itt töltöttem, egy katonabúcsú volt. Széken is volt ilyen, ezt nagyon megőrizték, ezt a szokást, hogy mielőtt bevonultak, még egy nagy mulatságot rendeztek. Ehhez azért el kell mondjam, hogy én ugyan Kolozsvárt születtem, és ott jártam iskolába sokáig, de én nem tanultam meg románul, mert hát úgy tanultam románul iskolában, mint ahogy itt Magyarországon tanultak oroszul az iskolában. Hát attól azt hiszem, hogy nagyon jól nem beszéltek. Az átlag ember van, jól nem tudott oroszul. Hát én sem, sajnos nem tanultam meg a nyelvet. Ez később ugye jó lett volna, amikor már ezekbe a falvakba jártam. Tehát mindig jöttek barátaim,
akik elkísértek, fordítottak. Tehát én nem tudtam eljátszani, nem is akartam, nem is tudtam volna eljátszani, hogy én is román vagyok, és fogadjanak el úgy. Elfogadtak, mint magyart. És meg kell mondjam, hogy soha semmilyen problémám nem volt. Ezen a katonabúcsú, ennek a katonabúcsnak az alkalmával is, utána a házaknál folytatódott a mulatozás, oda is meghívtak, és ez természetesen azzal járt, hogy évtizedek óta járok vissza ezekbe a falvakba, és nagyon jó barátságok épültek, mint itt az egyik fiú, a Joannak a Joannal a barátságunk. Hát kérem, ez már nem a katonabúcsú, ez télen készült, csak azért, amikor ugye egy másik alkalommal visszamentem. Ez is egy táncház idézőjelben, hát nem táncháznak hívták, minden vasárnap rendeztek táncot. Egy ilyen kioszkban, ilyen, aminek csak fedele volt, oszlopokon állt, és a falu, ott látják a falu népét, ott áll, és állnak az emberek, és nézik a fiatalokat, akik itt táncolnak. És minden vasárnap táncolt ezekben a falvakban. Hát ez már ugye egy hatalmas ugrás, itt már a 90-es évek végén vagyunk, ugyanabban a faluban, Sugatagon vagyunk, ahol látjuk a lányokat még mindig térdig viseletben, de térd alatt már nejlonharisnya és magas sarkú cipő, de még valami jelen van, ugye most már tudják, mi az én mániám, összekarolva mennek. Na most ebben az volt a különleges nekem, hogy ugye ez 98-ban készült, és ez egy főút. Nézzék meg, ott a felező vonal, ami mutatja, hogy ez egy főútvonal, ahol hatalmas forgalom volt. Zúgtak el a kocsik, a kamionok, de vasárnap délután volt, a lányok korzóztak. És korzózni összekapaszkodva, összekarolva kell korzózni, és bizony a kamionok megálltak, kikerülték, az autók lelassítottak, én frászt kaptam, hogy mikor ütnek el minket, de nem ütöttek el, a lányok pedig zavartalanul folytatták a sétájukat. Ez a Joann barátom, itt már a házában, de itt még a régi, ez a tiszta szoba, ami ugye a, mondjuk, kalottaszlengen vagy széken, tányérokkal, szőttesekkel, varottasokkal van díszítve, na meg a vetett tárgya természetesen, hát az a fő ékessége minden tiszta szobának. Itt a román falvakban csergéket látunk, szőnyegeket látunk. Egyébként ezek a csergék kerültek aztán Pestre, ez a zseniális kereskedelem, amelyik úgy működött, hogy ugye, hát ezek román falvak, nem tudnak magyarul, meg Budapest messze van, úgyhogy elvitték a szőnyegeket a hétfői széki vásárba. Széken a székiek, azok ugye nagyon jó kereskedők voltak, akik megvették a csergéket, és jöttek Pestre, mert tudnak is magyarul, meg amúgy is jártak ide árulni, így aztán már a Marosból nagyon sok cserge talált gazdára itt. Hát ez díszítette Joannak a szobáját, és ott a tiszta szobáját, és a kislányát látjuk az öliben, Larissát, aki, hát ez másfél éve készült, hát már nem egészen az öliben van, de a térdén van, és ilyen szép nagy lányá serdült, aki egyébként már egyetemista, és nem viseletbe jár, de hazajön ünnepekre, és olyankor fölveszi a viseletet, és akkor úgy megy például templomba. Hát ez a Joann története. Na, éppen javasolni akartam a betlehemeseket. Tessék, az idő, bejött. Az idő miatt is, már úgy értve, hogy telik az időn közben. Halljuk, mi a helyzet a betlehemesekkel. Mint egy nagy eredmény, vagy nagy hagyomány. Hogy él tovább egy ilyen nagy hagyomány? Azt szeretnénk látni. Hát igen, a betlehemes sorozat igazából egyetlen egy hagyomány jelent, a betlehemest.
amelyet én nagyon sokat fényképeztem régen is, és ma is, és azért lehetséges, hogy ma is fényképezzem, mert nagyon él. Nagyon sok fele látjuk, nagyon gazdagon. Ezek még a régi 69-70-ben készült képek, ahol a legkülönbözőbb falvakban készítettem képeket. Ott az első képen furcsa ruhában van három legény. Ez Somogyban készült. Nagyon érdekes, hogy a szokásnak a része volt, ez egy bábtáncoltatós Betlehem, ami Vörs, a községnek a neve, Vörs, Somogy megyében, és ez egy különleges szokás. Egyébként Kárpátalján is nagyon sok ilyen bábtáncoltatós betlehemest látunk, de itt a hagyomány az volt, hogy a betlehemet, ami ez esetben ugye egy ilyen bábos kis színpad, azt mindig az angyalok vitték, az angyalok, akik egyenruhában kellett, hogy vigyék a szokás szerint. Na most valamikor az egyenruha, az természetesen a katona egyenruha volt, csak hát ezek a ugye 69-70, abban az időben a magyar néphadsereg nem nézte volna jó szemmel, hogy a néphadsereg egyenruhájában betlehemeznek a katoná, a bakák, de hát a szokáshoz egyenruha kellett, hát maradt a helybéli önkéntes tűzoltó egylet egyenruhája, úgyhogy vörös csillagos tányér sapkában játszották el Jézus születése történetét. Hát ez vörs, de hát ezek mind nagyon gazdag részei a hagyománynak, gazdagítják. Ez már Bács-Kiskun megyébe vagyunk. Székről most nem hoztam képeket, Dunántúlon is csináltam többet. Ez pedig, ez talán a leggazdagabb betlehemes szokás, amit valaha is fényképeztem. Ezt csobánolásnak hívták akkor. Tolna megyében bukovinai székely telepesek őrizték meg a szokást. Ugye Bukovinából jöttek, azért hívják csobánolásnak, a csobán az pásztort jelent, most már inkább betlehemest mondanak, hát itt élnek Tolnában, és több faluban is, és ez nagyon gazdag, nagyon látványos volt, úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt is sikerült fényképezzem. És aztán folytattam 2004-ben, megnéztem, hogy mi maradt, és ez éppen ez Kakasd, ez a Tolna megye, ez előbb nem mondtam, Kakasd a község neve, ahol egyébként máig is él, és látják, hogy itt a jobboldali kép az már egy későbbi. És aztán jött egy fordulat, hogy Debrecenben betlehemes találkozót rendeznek 2008 óta. És ott meghívják oda a Kárpát-medence legkülönbözőbb területeiről ezeket a hagyományőrző betlehemes csoportokat, akik hozzák a maguk nagyon autentikus betlehemes játékát, Debrecen városa pedig szétküldi őket a városban, hogy előadják a betlehemest a legkülönbözőbb helyszíneken. Így aztán mennek iskolába, óvodába, a főtérre, plázába, lakótelepre, még a plázába is két napig betlehemeznek minden évben. Hát ezt használtam föl arra, több éven keresztül fényképezve, hogy ezt a nagyon hiteles, archaikus hagyományt szembesítsem azzal a háttérrel, ami egy kicsit a jelenünk is, hiszen amint látják ott a graffiti a falon, vagy az autóbusz megálló körül is látjuk a jelent, miközben ez egy kárpátaljai csoport, akik úton vannak a következő helyszínre. Hát ez a pláza, kérem szépen, ahol az üzletek felirata is, ugye az csak véletlen, hogy asszonyok ülnek itt,
és Women's Secret van az egyik üzlet fölött. És itt vannak a főtér ünnepi kivilágításában, ugye, ami mindenütt nagyon jellegzetesen, komerciálisan karácsony, miközben ők azt hiszem, hogy csíkborzóaiak, ha jól tudom, és ide is elhozták azt a gyönyörű, betlehemes játékot. Akárcsak ezek a Szatmárból érkezettek, ezen a romániai részéből Szatmárnak. Itt megint van egy nagyon érdekes dolog, itt nem az angyalok, van, az angyalok itt fehérben vannak, akik a betlehemet viszik, hanem a három királyok vannak egyenruhában, de mivel ugye Odeátról beszélünk, tehát ugye az egyenruha, az román katonai egyenruha, és hát Szűz Mária és Szent József ott vannak középen, szintén részei a képnek. És aztán még egy utolsó kép ebből, ahol már fényképezik őket, tehát még nyilvánvalóbb ennek az előadás jellege, ami úgy megőrizte ezt a szakrális jellegét, de már teljesen más hangulatú, mint amikor a faluban házról házra menve adták elő a szobákba, mint a korábbi képeken látták. Ezek a képek technikailag is mások egészen, mint a korábbi felvételeid, amik a valódi helyszínen, már úgy értve, hogy ahol az erdélyi helyszíneken készült képek történtek. Akár itt, akár az utolsó fejezetnél azért beszélni kell majd egy néhány szót arról, hogy ezek a képek, ez már segítségre is szüksége van az embernek, aki csinálja, hiszen olyan technikai körülményeket igényelnek, ami nem egy fényképezőgép mindössze, hanem sok minden más is szükséges. De talán az a legvégén is el lehet mondani. Igen. Jó. Akkor itt a legfontosabb történet, kérem Boldizsár szépen. Mari. Boldizsár Mari. Tulajdonképpen a történet még itt van lehetne, csak az utolsó kép 2017-es. Egy széki lányt látunk itt, majd ugyanezt a lányt az otthonában. Ő a Boldizsár Mari, akivel feleségemmel nagyon összebarátkoztunk. Olyannyira, hogy a lakodalmukra is meghívtak a Mártonnal, ami egy csodálatos széki, igazi széki lakodalom. Na itt az a széki tiszta szoba, amiről beszéltem, de ott nem tiszta szobának mondják, hanem széki szobának, de hát az tiszta szobát jelent. És jobb oldalt látják a vetett ágyat, bal oldalt pedig a Marit és a Mártont, és középen pedig az asztalon, ami 52 éves házasságom örök vita témája, amikor mondom a feleségemnek, hogy én még egy kis tésztát ennék. És akkor azt mondja, hogy tészta nincs, ez sütemény. Mondom, ez tészta. Azt mondja, sütemény. Hát kérem szépen, ott az asztalon tésztát látnak. Nem sütemény. Itt pedig a Mari és Márton első gyermekét, aki, hát minket kértek föl, hogy legyünk a keresztülők, és ezt nagyon boldogan és büszkén vállaltuk, és bizony azóta is olyan a kapcsolat, hogy a Mari mindig azt mondja, hogy egy család vagyunk. Itt a kicsi Mari, már egy kicsit nagyobb, ott nyáron, itt télen, és hát itt már változnak az idők, ott ülnek a verandán, és ott egy tányérantenna, amit egy UFO lebeg, mert bizony idegen világok érkeznek egy ilyen tányérantennán keresztül, de a mi otthonainkban is valljuk meg, ez már más világ, és különösen amit ezek hoznak. Hát ez egy nagyon fontos kép, mert amire itt a Laci célozgatott, itt egy kicsit másfajta fényképezés kezdődött, és
ezzel a képpel kezdődött. Csak az idő, nézem az időt, hogy nehogy hosszú legyen. Lényeg az, hogy amint látják, itt a Marinak a akarata érvényesült, aki azt mondta, hogy csinálj már rólunk, Komám, egy olyan igazi képet. És mondtam, te Marikám, én már titeket fényképezlek, már mióta, már 17 éve. Azt mondja, nem, egy olyan igazi képet. Na lényeg az, hogy kértem, hogy mondja már nekem el, hogy mi az, hogy igazi. Mondtam, majd megmutatom, Komám. És egy perc alatt összerántotta a családot, székeket, hátteret, minden. Kiderült, hogy az igazi kép az, amit a fényképészek csináltak valaha, amire szépen beöltöztek, neki készültek, kihúzták magukat, ünnepélyes pillanatok születtek a fényképész műteremben, mert megörökítették magukat. Tehát az, hogy én ott kattogtatok egy géppel, futkosok mellettük, az nem az igaz. Igazi, amikor annak ott az ünnepélyessége, amikor megörökítik őket. És attól kezdve kezdtem el ilyen beállított képet csinálni. A különbség csak az volt, hogy nem ők jöttek a fényképész műterembe, hanem én berendeztem a lakásukban a műtermet, rájátszottam tudatosan lámpák, állványok, hatalmas ernyők, és előhívtam belőlük ezt a magatartást. Na hát itt a Mari, és a következő képen bizony a keresztlányunkat látják az anyjával az új házba, a keresztlányomik új házába, ugye, ami már nem nagyon emlékeztet a korábbi otthonra. És itt pedig átfutunk egy másik fejezetbe, de ez még mindig a Mari, csak a Mari itt van Pesten, itt dolgozik, mint nagyon sok széki asszony, és mint sok erdélyi asszony mondhatnám, de ez a kép már átvezet az utolsó sorozatba, amely az elmúlt 3 évben készült, és amely kapcsolódik ahhoz a táncházi képhez, amire fölhívtam a önök figyelmét, amikor a lányok ott ülnek a táncházba, és nevetgélnek. Tudnék, ezek az asszonyok, akiket most fényképeztem, ez az a generáció, akiket 50 évvel ezelőtt a táncházban megörökítettem. Ez az asszony generáció, ebből az asszony generációban nagyon sokan dolgoznak Pesten. És ha nyitott szemmel járnak az utcán, biztos, hogy sokszor láttak már széki asszonyokat, akik jó felismerhetőek a viseletről, a szoknyákról, meg arról, hogy mindig cipelnek, mindig sietnek, nagyon serények, nem is tudnak lassan menni, és bizony itt dolgoznak sokan közülük. Ez az utolsó sorozat róluk szól, de nem csak róluk szól, ez arról a jelenségről is szól, ami már az ingázó munkás történetbe kezdődött, amikor én még... Ez oda köt vissza. Amikor én vendégmunkás címet adtam, de akkor én szimbolikus címnek szántam. Az is volt, ki is javítottak annak idején, hogy ez nem vendégmunkás, hanem a vendégmunkás az, aki a török vendégmunkás, Nyugat-Németország, ugye 80-as évekről beszélünk, és mondtam, hogy de én azért akarok vendégmunkás címet adni, mert ez nyomatékosabbá teszi azt a gazdasági, társadalmi, kulturális különbséget, ami tiszaeszlári háttere és budapesti háttere között van. De egy kicsit én megelőlegeztem ezzel a elkövetkezendőket, mert ezek az asszonyok tényleg vendégmunkások. Tehát akkor is, ha magyarok és magyar nyelven beszélnek, de hát végül is egy másik országból jöttek, román állampolgárok, tehát végül is egy másik országban dolgoznak. Erről szól ez a sorozat, ami ma egy világjelenség. Nem csak róluk szól, rólunk is szól, innen is mennek ki, nem kelet felé, nyugat fele, sokan dolgoznak kint. Tehát, de a világ ilyen mozgásban van, és az, amit ez a sorozat itt képvisel, az róluk is szól, visszafele is,
utal, és hát talán szélesebb, általánosabb értelmezése is van. Eleinte a 90-es években, mikor Pestre jöttek, az első dolog természetesen az volt, hogy népművészeti holmikat árultak, aminek nagy keletje is volt, másrészt nagyon jó kapcsolatokkal rendelkeztek, hála a táncház mozgalomnak, és ez úgy divatban is volt akkoriban. Ez aztán úgy lassan szűkült ez a piac, és akkor kezdtek, akkor aztán elszegődtek takarítani, elszegődtek idős asszonyokat, az már inkább később volt, idős asszonyokat gondozni, és nagyon-nagyon megbecsülik őket. El kell mondjam, ez is a reklám helye, hogy van egy csodálatos könyv, ami tavaly jelent meg, Tompa Andrea Omerta című könyve. Ajánlom szíves figyelmükbe. Az első részébe a könyvnek egy széki asszony mondja el az életét, és mondja el, ahogy elmegy szolgálni Kolozsvárra. És elmondja, hogy hát a szikiek arra büszkék, hogy ők jól tudnak szolgálni. Ez nem új dolog. Az első világháború végétől már eljártak a konfirmálás után. Tehát 14-16 évesen mentek a lányok a városba szolgálni, míg férjhez nem mentek. Tehát az, hogy eljönnek Pestre, ez megint az a fajta jelenség, hogy a világ kitágult, könnyebb utazni. Kérem szépen, székről, erről a faluról, amiről nekem nem hitték el, hogy ilyen van, hogy így élnek, így öltöznek, táncházaznak 50 évvel ezelőtt. Ebből a faluból ma 2 darab busz járat érkezik Budapestre, és megy Budapestről vissza Székre. Tessék elképzelni, micsoda gazdasági kapcsolatot jelent, milyen állandó kapcsolódásban van ez a kis falu Budapesttel. Tehát nagyon jellemző a korunkra. És ezek az asszonyok természetesen, mint a vendégmunkások általában, nem szinte mindig, a megkeresett pénzt hazaviszik. Hazaviszik, és a családra, a gyerekeikre fordítják. Ápolónő. Hogyne. És nagyon megbecsülik őket, szóval anyagilag és keresik őket. Tudom, hogy amikor édesanyámnak abban az állapotában, amikor gondozásra volt már szükség, és feleségemmel körülnéztünk, és kerestünk asszonyokat, akkor kiderült, hogy hát ugyanannyit kérnek, mint egy diplomás egri ápoló, nyugdíjas ápolónő. Tehát pontosan, székiek nagyon okosak, nagyon, azt kell mondjam, hogy olyan intelligencia született beléjük, ami egészen csodálatos. Most már úgy tudom, hogy másfél órát engedélyeztek, akkor, hogy ilyen türelmesen itt végighallgattak, elmondok egy nagyon fontos történetet, hogy milyenek a, hogy milyen, először is milyenek mit értek intelligencia alatt, meg az én drága kománémat, akit nagyon szeretek, aki Boldizsár Mariként be is mutattam. Az előbb említettem, hogy a pénzből a gyerekeiknek építik a házát. És a Mari egy hatalmas házat épített az én keresztlányomnak, és én megőrültem, és miután mondom, nagyon-nagyon jóba vagyunk, tényleg család. Mindig vesszük a bátorságot, hogy egymásnak megmondjuk a véleményünket, és mondtam, hogy Mari, bele fogtok dögleni, hát a Márton is már beteg, és akkor még van még egy lányod, és annak is kell építsen, és minek ekkora ház? Mondom, hát nem fogják belakni, és akkor azt mondja, tudod miért, komám? Azért, mert amikor megyek hozzájuk, befordulok a sarkon, mondja, és már meleg lesz a szívemben. Mondom, értem. Azt mondja, hát persze, hogy érted, komám. Hát mert ezt csinálod te is, mondom, én mit csinálok? Hát nyargalsz, meg pattingatsz, hogy meleg legyen a szívedben.
Hát kérem, ez a legszebb, amit nekem mondtak, hogy nyargalok és pattintgatok. Na, ez azért, hogy jól érezd magad, meleg legyen a szívedben. Így van, ez a... És még... Autóbuszos. És itt a Maria végén. Na nem, még van egy utolsó kép, ez az utolsó. Az autóbusz állomás. Igen. Ide érkeznek a buszok, a szikélyek innen indulnak. Az már, hát igen, az a szerencse, hogy épp berobogott egy autóbusz, amin az van, hogy Brüsszel, meg London, meg... De ez már valamit jelent, mert én két széki asszonyról is tudok, akik Németországban házvezetőnőkként dolgoznak. Egy magyar család kivitte őket, jó, megfizetik, úgyhogy végül is most az, hogy Budapest vagy Ruhrvidék, az már mindegy. Hát ez az utolsó kép. Nagyon köszönjük, Péter. Ezt a nem is bemutatkozás volt, hanem ez egy speciális köröknek a végigjátszása.